Követő. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban megcsinálom már a rengeteget kért újabb könyvespolc túrámat. Yay! Igazából mire felveszem a bejelentkezést, már felvettem, megküzdöttem az elemekkel, sötét volt, lemerült a kamera, kifogytam a tárhelyből a kamerán és a gépen is, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt az egész, és meleg van. És felvétel közben egy ekkora pók előmászott a polc alól, úgyhogy már minden bajom van, na mindegy. De felvettem, itt van, úgyhogy szemléljétek meg nyugodtan a polcomat. Egy dolgot mielőtt elfelejtek hozzátenni, nem, nincsenek meg a Harry Potter könyvek, nem is fogjátok ebben a videóban látni, mert Emmának meg van vagy háromféle kiadásban a Harry Potter, úgyhogy ezért nekem nincs meg külön. Ennyi. És akkor jöjjön a könyvespolc túra. Alright. Ez érdekes lesz, főleg, hogy a kamera a széken van, amin van egy ilyen deszka, és azon van az állvány, mert túl magas a polc. Na mindegy, szóval, első polc, legfelső, hát ezen például pont leginkább gyerekkönyvek vannak, javarészt így neveld a sárkányodat. Na de nézzük, szóval, itt van az egyik kis fogatlan, már pár éve ott porosodik, látszik is, hogy a gyurmába beleragadt a por. Nem nagyon tudok valamit csinálni, nem erre való az a gyurma. Van itt egy Piton Funko Pop, és egy Harry Funko Pop. Valamint az egyetlen dolog, amit a Harry Potter stúdióban vettem Londonban, ez egy kitűző. Illetőleg még van itt egy illatgyertya. Ennek van a legjobb illata az összesen közül egyébként, az egy mi? Citromfű és gyömbér illatú gyertya, irtozatosan jó illata van. Ugye itt van az Így neveld a sárkányodat sorozat, ami a polc felét kiteszi. Szóval... állj meg! Az első... nem tudom magyarul teljesen a címeket, úgyhogy majd megpróbálom őket kitalálni. Így neveld a sárkányodat. Így legyél kalóz, így beszélsz sárkányul. Negyedik... így törd meg egy sárkányápkát talán. Ötödik... nem tudom, How to Twist a Dragon's Tail. Hatodik, A Hero's Guide to Deadly Dragons, nem tudom magyarul a címeket. Hetedik, így utaz sárkányviharon. Nyolcadik, így törd össze egy sárkány szívét. Kilencedik, így lopd el egy sárkány kardját. Tizedik, hogyan lopd el, vagy hogyan szerezd meg a sárkánykövet talán. Hogyan áruld el egy sárkányhősét. Illetőleg az utolsó, 12. rész, a hogyan győzd le egy sárkány haragját. Talán valami ilyesmi. Mondanám, hogy be lesznek linkelve a könyvek a leírásban, de ennyi könyvet nem tudok belinkelni. És az utolsó Cressy the Cow könyv a polcomon, pedig Cressy the Cow másik sorozata a Hajdan varázslói. És ennek nagyon szép a borítója. Szóval, most jönnek a Puffin Children's klasszikus könyveim, ezek ilyen klasszikus gyerekkönyvek, ilyen nagyon szép kiadásban. Első sorban Anna Sewell-től a Fekete Szépség, Robert Louis Stevenson-tól a Kincsessziget, Charles Dickens-től a Karácsonyi Ének, Frances Hodgson Burnett-től a Padlászoba kis hercegnője, L.M. Montgomery-től a Anne otthonra talál, illetőleg Louisa May Alcott-tól a Kisasszonyok. És mielőtt elfelejtem, nem ezek a könyvek, illetőleg nem ezek a könyvek, hanem ezek a kiadások nem kaphatóak magyarul. Mink van még? Igen, G.M. Barrie-től a Pam Péter, Roald Dahl-től a Matilda, Jack London-től a The Call of... Vadonszava? Vadonhívószava? Valami ilyesmi magyar cím, magyarul a címe. Jó, utolsó hármas, E.B. White-től a Malacapácban, Rudyard Kipling-től a dzsungelkönyve, és Roger Lansing Green-től Robin Hood kalandjai, Robin Hood, ez azt hiszem, nincs magyarul. És már csak a Spiderwick krónikás könyvek maradtak, amiknek fogalmam sincs a magyar címéről, szóval a Spiderwick krónikák 1 The Field Guide, Spiderwick krónikák 2 The Seeing Stone, Spiderwick krónikák 3 Lucinda's Secret, Spiderwick krónikák 4 The Ironwood Tree, és az ötödik rész a The Wrath of Mul'Garath. És akkor ez volt a legelső polc. Ja, na ez a második polcon felülről nézve, és ez a Rick Riordan polcom, ha valaki nem jött volna rá, abból, hogy csak Rick Riordan könyvek vannak itt. No, mi van itt? Hát itt van egy Rick Riordanos gyertyám, egy Son of Poseidonos, ami ilyen sós,
csokis, kekszes, tenger illatú. Nagyon jó, nem is égettem sokat, nehogy elfogjon. Szóval van itt három kavics Horvátországból. Egy ilyen kis poszeidonos bödönke, váza, akármi. Illetőleg a könyvjelzőt tartom, és igen, ezt én csináltam. Könyvjelzők hiány nem vagyok. Na, hú, lovó, ez nehéz lesz. Kezdjük ezekkel. Van egyszer egy Magnus Chase-es kiegészítőkötet, ami a Hotel Valhalla Guide to the North World címet viseli. Másik ugyanolyan típusú kiegészítőkönyv a King Chronicle-hoz, ez a Brooklyn House Magician's Manual. Természetesen van egy a Percy Jackson sorozathoz is, ami pedig a Camp Half-Blood Confidential. Aztán volt egy a Percy Jacksonokhoz egy szintén kiegészítőkötet, a The Demigod Files, ebben három kis rövid történet van a sorozathoz kapcsolódóan, plusz illusztrációk, meg ilyesmik. Hasonló felállásban, csak az Olympus hőseihez a The Demigod Diaries. Megíródott a Kane Chronicle-ek és a Percy Jacksonoknak egy ilyen crossover könyve. Három kis történet, amiben a Percy, Annabeth, Carter és Sadie találkoznak, és azok a sztorik vannak ebben. Természetesen itt van a Percy Jackson és az Olimposziak sorozat részei, a Villámtolvaj, aztán a Szörnyek tengere, a harmadik rész a Titánátka, a negyedik rész a Csata a labirintusban, és az ötödik utolsó rész az utolsó Olimposzi. Ezt így tartom, mert nem fér oda. Szóval szintén kiegészítő kötet, a Percy Jackson görög és a görög istenek, valami ilyesmi a magyar címe. Ez egy ilyen, mint láthatjátok, hatalmas nagy batárkönyv, amiben a Percy narrálásával mutatják be a különböző isteneket, és a magyar kiadást, ha jól láttam, az nem illusztrált, de amúgy ez egy fullosan illusztrált kötet. És szintén egy ahhoz előzőhöz hasonló kiegészítő kötet, csak ez a Percy Jackson görög hősök, ebben pedig Percy a görög hősökről mesél, szintén illusztrált kötet. Ja. Azután itt van a King Chronicle box setem. Ugye tartalmazza a Vörös Piramist, a King Chronicle első részét, a Tűztrónust és a Kígyó Árnyékát, ugyanis ez egy trilógia. Azután folytatjuk az Olympus hősei sorozattal, vagyis itt az Elveszett Hős, a Neptun fia, vagy Neptunus fia, sose tudom. Aztán most már innentől csak keményki táblásban van meg szerencsére. A harmadik rész az Athéna jele, Athéné jele, nem tudom pontosan. Jaj, összeragadtak. Mert ezeknek ilyen puhis a borítójuk. Negyedik rész, amivel embert is lehetne ölni, a Hades háza. Az Olympus hősei sorozat utolsó része az Olympus vére. Ezt követi a Trials of Apollo sorozat, aminek eddig négy része van kint, és szeptemberben jön az utolsó része, szóval a The Hidden Oracle, második része a The Dark Prophecy, harmadik része a The Burning Maze, és egyelőre az eddig megjelent utolsó része, azaz a negyedik, a The Tyrant's Tomb. Rick Riordan Poltot pedig a Magnus Chase könyvek zárják, tehát az első rész a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozat, első része a The Sword of Summer, második része a The Hammer of Thor, és az utolsó, harmadik része a trilógiának a The Ship of the Dead. Még egy darab kiegészítő kötet a Magnus Chase sorozathoz, a Nine from the Nine Worlds, ez egy olyan kiegészítő kötet, amiben a kilenc világon keresztül kilenc ilyen rövidebb történetet mesélnek a Magnus Chase szereplői. Az utolsó könyv a Percy Jacksonos, Rick Riordanos polcomon pedig a Szörnyek tengerének egy képregény változata. Szóval a Szörnyek tengerek képregény változata. Ezt akartam mondani. Ja, szóval ez a Rick Riordan polc. Hát, mondhatni, ez a középső polc. Jó, na nézzük, ezen mi van. Van egy ilyen kis buszunk. Van egy ilyen kép táncos csoporttal az egyik előadásunkról. Van egy kő Horvátországból. Aztán itt van ez a kis mécses, azt hiszem, az a neve. Van egy karamellás café latte illatú Aurora Candle-ös gyertya, egyébként roppant jó illata van, tehát konkrétan karamellás cukor illata van. És de jó, hogy a múltkor átrendeztem, mert így most vannak így is könyvek.
Csak hogy könnyebben elő tudjam őket kapkodni. Először is itt vannak ezen a polcon a vaják könyveim. A 0.5. rész a viharidő. Az első ilyen előzménykötetes rész, vagy hát első-első része az utolsó kívánság. Második ilyen bevezető részszerű a végzett kardja. Az első-első rész, mármint hogy a sztorinak konkrétan az első része a tündevér. Második rész megállsz. Második rész a megvetés ideje. Harmadik rész a tűzkerestség. Negyedik rész a fecsketorony. És az utolsó rész a tó úrnője. Talán ez magyarul a címe, nem vagyok benne teljesen biztos. Itt van a Simon és a Homo sapiens lobby. Aztán a John Green részleg, a csillagainkban a hiba, a teknősök végtelen sora, papírvárosok, Alaszka nyomában, és az utolsó John Green könyvem, a Catherine a köbön. Aztán két Rainbow-rával a könyv, a Carrion, és annak a folytatása a Wayward Son. Azután Tolkien könyvek jönnek. Van itt egy Beren és Luthien című kötet, a Hobbit, az új Gyűrűk ura kiadás, talán az a legújabb, mindegy, nekem ez legalábbis új, mert kb. Egy éve kaptam a saját Gyűrűk ura példányaimat, a Gyűrű szövetsége, két torony és a Király visszatér, és ilyen szépek. Az utolsó Tolkien könyv ezen a polcon pedig a Karácsonyi levelek. Az utolsó könyve a polcon pedig Nicholas Evans-től a Suttogó. Szóval ez a középső polc, egyébként ezt kb. Mindig lehet látni a videókban, és ha valaki látta a könyves polc átrendezős videómat, akkor tudja, hogy igazából nincsen semmi koncepciója annak, hogy mi alapján rendeztem a könyveket. Ezt levesszük. De amúgy itt van egy kép az egyik barátnőmmel. Ezen a polcon van egy ilyen kis dobing. Van kicsit poros szegény. Egy ilyen kis Lego dobi. Aztán egy 9 és 3/4 vágányos festett kis kavics. A varázspálcám. Ilyen kis kavics. Kristály akármi. Még egy ilyen Aurora Candle-os gyertya, mi a múltkor egyszer bevásároltam. Ez pedig lime, bazsalikom és mandarin illatú. Itt van az Úr sötét anyagai sorozat, azaz az északi fény, a valamilyen tör, nem tudom a magyar címét, The Subtle Knife, és a harmadik rész a borostyán látkő, The Ember Spyglass. Bocsássátok meg, nem tudhatom az összes könyvemnek magyarul is a címét. Következő Joshua Kahntól a Shadow Magic sorozat első része a Shadow Magic, illetőleg a második része a Dream Magic, és a harmadik részét továbbra se szereztem még be. Rainbow Rowell-től a Fangirl, Kelly Bunhill-től a The Girl Who Drank the Moon, a lány, aki holdfényt ivott talán magyarul. Tök jó, hogy ebbe itt beakadok. Elaine Mitchell-től a The Silver Brumby, Neil Gaiman-től a Csillagpor, Jessica Townsend-től a Nevermore, azaz az első része a Morrigan Crow 4 próbája, a második része a csodaméves Morrigan Crow bajós öröksége. Madeline Miller-től az Achilleus dala. Nem tudom pontosan, hogy kell kimondani az író nevét, úgyhogy nem tudom, hogy kell kimondani. Szóval Saba Tahir-tól a Szunnyadó parázs, Rick Jancy-től az Ötödik hullám, az Ötödik hullám második része a Végtelen tenger, és a harmadik része az Utolsó csillag. Itt van James Deschner-től az Útvesztő sorozat, a 0.5. rész a Halálparancs, másik előzménykötet a Lászkód, és akkor maga a trilógia az Útvesztő, a Tűzpróba és a Halálkúra. Oké, még egy kis posztapokaliptikus könyv. Charlie Higson-tól a The Enemy felnőttek nélkül, Becky Albertalli-tól és Adam Silverától a What If It's Us, Nicola Yoon, The Sun Is Also a Star, mi a magyar címe, a Nap is csillag, és a polcon lévő utolsó könyv Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek. Utolsó előtti polc. Itt van egy ilyen gyerekkori kép. Még egy gyertya a változatosság kedvéért, ez almáspite. Gözögő almáspite illatú, kavicsokkal teli bödönke, egy tollakkal teli bödönke. Itt van a Luxen sorozat, aminek az első része az Obsidian, második része az Onyx, harmadik része az Opal, negyedik része az Origin, és az ötödik része az Opposition ellenállás. Ezen kívül van itt még a Jennifer A. Nielsen-től a Hamis Herceg, Alexandra
Christo-tól a To Kill a Kingdom, egy birodalom végzete. És az utolsó könyv, majd képzős könyv, mármint hogy pöttyös könyv, majd képzős könyvem, amiről teljesen lekopott már egyébként az aranypötyi. A Szélesi Sándortól a Kincsem, Harlan Cobentől a Senki fia, Bauer Barborától a Fényfestő, Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala, ezen a polcon van továbbá az Éhezők viadala sorozat, azaz az első rész az Éhezők viadala, második rész Futótűz, harmadik rész a Kiválasztott, Szabó Tamástól a Holdvíz, Benjamin Elire Sands-től, nem teljesen vagyok biztos benne, hogy kell kimondani az író nevét, Aristotel és Dante felfedezik vagy az univerzum titkainak nyomában valami ilyesmi magyarul a címe, szóval Aristotel and Dante Discovered Secrets of the Universe. Jó, akkor a Sárkányok gyermekek trilógia, az Elfek öröksége, Sandra Regnértől, hogyha németesen mondjuk, igen, a Sötét jóslat és a Sárkányok titka. Jó Katalintól a Boldogság forrása a Kutya című kötet, Ákadi Zsuzsától a Lélekrablók, Jennifer Niventől a Veled teljes a világ, Michael Morpurgótól Hadak útján. És amúgy tévedtem, van itt még egy könyvmagyarképzős aranypöttyös könyvem, mégpedig Rupika útól a Tej és méz. Aztán jönnek a Galaktikás könyveim, Jodie Taylortól a Semmi lány, Johanna Sziniszalótól a Napmagja, Sergei Lukinyenkótól a Kvázi, Arkadyi és Boris Strugackytól a Nehéz Istennek lenni, Petra Hulovától a Mostoha sors, Evie Wilde-tól a Ha minden madár énekel, Szélesi Sándor az Ellopottról, Emmy Itterantától a Tiltott álmok városa, Carlos Csernov Végtelen vetítés, Walter Travis Sokszavú poszáta, és az utolsó könyv a polcon Jasper Fordtól a Monokróm. Szóval ez volt ez az utolsó eredeti polcoska, tök jó, tök rosszul tettem vissza a könyveket, mindegy. Na, utolsó polc. Utolsó polc, ez itt minden alatt van. Ide meg az került, ami följebb nem fért el, nyilván. Jó, ezen a polcon egyedül egy ilyen kis pacis persely van. Van itt egyszer az Álomgyár kiadótól egy... Az igaz szerelem soha nem öregszik? Az igaz szerelem nem öregszik. Beth Moore-tól, Bárcsak elmondhatnám, Hannah Beckermann-tól, Richard Roper-től az Élet mindig kínál második esély, talán azért, hogy azt is elszúrjuk, és szintén az Álomgyár kiadótól Abby Jimenez-től a Barátnak tartalak. Itt van George R. R. Martin-től a Tűz és jégvilága könyv, van itt egy világalakító című kifestő mese foglalkoztató könyv Balogh Krisztinától, Harry Potter Studios Guide book, ilyen fun factek a stúdióról, meg ez a National Geographic-os lovas különkiadás. Itt van Lila Bowen-től a The Shadow sorozat, azaz a Wake of Vultures, a Conspiracy of Ravens, a Malice of Crows és a Treason of Hawks. Cassandra Clare-től a végzetérreki sorozatom, csodálatosan nem passzoló borítókkal, szóval a Csontváros, Hamuváros, Üvegváros, Bukott Angyalok Városa, Elveszett Lelkek Városa, és a Mennyei Tűzvárosa. Itt található továbbá Claire McIntosh-tól az ICU, Poli Robert-től a Csillaglélek, vagyis apától. Aztán itt vannak az én könyveim, a Csikó, aki tűzben született sorozat, első része Futótűz, második rész Sárkánytűz, harmadik rész az Őrzöktüze, negyedik rész az Otthontüze. Kate DiCamillo-tól a Flóra és Odysseus, azt hiszem ez le van fordítva magyarra. Aztán Jane Austen szekció, Mansfieldi kastély, Emma, meggyőző érvek, büszkeség és balítélet, és megmondtam a sorrendet, de az ötödik Jane Austen könyvem pedig az értelem és érzelem. Úristen, előmászott egy pók! Előmászott egy masszív nagy pók a polc alól, és mivel Matilda retteg a pókoktól, ezért ezt most nagyon gyorsan be fogom fejezni, hogy minél előbb menekülhessek el innen. Szóval itt van még Natasha nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, Gunn-tól a Girls of Paper and Fire. Igyekszem minél messzebb ülni a polctól, mert most konkrétan rettegek. Stian Skald, fogalmam sincs, hogy kell kiejteni, az Elveszett Aranyváros keresése. Margaret Henry-től a Misty of Chincoteague. Rick Riordan-tól a 39 kulcs sorozat első része a Csontlabirintus. Hát megvan a németül az első Percy Jackson rész, azaz a Villámtolvaj, de
gyanítom, nem fogom soha elolvasni kb. Neil Gaiman-től a Sosehol, Haldóra Torodzen-től az Ablak, Rainbow Rowell-től az Almost Midnight. Igen, utolsó pedig Tóth Claudia-től az Emma az utazó. Jó, és akkor ez volt az utolsó polc, és akkor Matilda most menekülőre fogja, mielőtt a pók megeszi vacsorára. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot. Túléltem egy pókot, szerintem ezért már kiérdemlek egy like gombot. Szóval nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.